Szavaztok, szép jó napot, ez egy nagyon gyors videó, rizst fogok főzni, nagyon-nagyon sokan kértétek, most megmutatom, igaz, volt olyan étel, ahol mutattam, de inkább legyen ez most külön egy videóba. Fél kiló jázmír rizst fogok megfőzni, tettem egy kis zsiradékot a edényünk aljára, ez egy fél kiló mennyiség. Ugye, mint elmondtam, nem egy videóba, általában rizsnél dupla mennyiségű vízzel kell majd főhúznotok. Hát a himalájai és a jázmír rizsre ez effektív, nem érvényes. Én ezt körülbelül egy olyan 1 liter víz helyett olyan 0,8 liter vízzel fogom fölönteni, mert ennek nem kell annyi, mint a többi hagyományos bolti rizseknek. Végül is az a lényeg az egésznek, a zsiradékon szépen meg fogjuk pirítani a rizst, tehát lássuk, érezzük, belenyúlni már ne tudjunk, tehát annyira legyen lepirítva. Utána meg fogom sózni. Van egy fej hagymánk, igazság szerint ehhez a rizshez ez se kéne, csak azért mutatom, hogyha legközelebb bármiféle rizst főztök, tegyetek be egy fej hagymát, nagyon-nagyon kellemes íze lesz. A jázmin és a himalájainál azért nem kell, mert ennek tényleg egy különleges, nagyon-nagyon finom illata van ez a kétfajta rizsnek, nem szoktam hozzátenni, most hozzáteszek. Nézzétek, bevágjátok, majdnem teljesen, bocsánat, ez rám szaladt, idáig, nézzétek, így. Tehát egy ilyen kis dupla keresztbevágást csináltok, félreteszitek, és miután majd fölöntöttük vízzel, ez mehet a tetejére, és ebben fog megfőni a rizsünk. Nem egy nagy technológia, tényleg sokan elrontják a rizst, mert el is lehet rontani a rizst, mert százféle módja van, hogy elrontsuk. Tehát nagyon sokan láttam, hogy például úgy főznek rizst, hogy egyszerűen hideg vízzel, úgy ahogy van, elkezdik főzni a rizst. Én javasolnám mindenképp a lepirítás, nagyon-nagyon fontos. És ennél a kétfajta rizsnél, amit említettem, még nem is annyira, mint a többi sima hagyományos rizseknél. Mert ezt százféleképp megfőztem már, ennek még tényleg annyi pirítás nem is kellett, mint a többinek. Viszont vajpuha és gyönyörű állagú lesz. Na most megfogom a sót, szépen ízlés szerint, megsózom, tovább pirítom. Ugye az nagyon-nagyon fontos, ne égessük oda, ne legyenek fekete rizszemek benne. Itt menet közben föltettem egy gyors forralóba vizet. Ugye az is nagyon fontos, és megint azt mondom, hogy nem ennél a két rizsfajtánál, a többinél, hogy lehetőleg meleg vagy forró vízzel legyen fölöntve az a rizs. Úgy tud igazán puhára megfőni, és nem bancsosra. Lepirítottuk a rizst. 0,8 sakfel kb. Ugye az igazság, hogy én olyan régóta főzöm, hogy nem szoktam, de tényleg nem. Tehát én, amit maximálisan lemérek, az a daragaluska. Ha biztos szeretnék lenni a dolgomba, azt az egyet szoktam mérni, semmi mást. Hagyma, amit említettem, be van vágva, és ezt így fejjel lefelé egyszerűen belehelyezem a közepébe. Jöhet rá a fedőnk. Egy nagyon-nagyon picit visszaveszek, jelen esetben én egy 5-ös fokozaton fogom főzni. Ez egy gáztűz helyen, mondjuk a közepes nálatok, vagy akármelyik tűz helyen. Lényeg a lényeg, amikor teljesen eltűnt róla a víz, főszívta, megdagadt, stb. Magába, tehát főhúzta a vizet, inkább azt mondom, a dagadás az később jön, akkor egyszerűen megfogjuk és odébb húzzuk. 15 percig hagyjuk, utána átkeverjük, de azt is meg fogom mutatni nektek, és kész a rizs, nem kell be vacakolni, menet közben meg ne keverjetek bele, semmi szükség rá. Ez magától szépen most meg fog főni. Pár perc múlva jövünk vissza. Ismét itt vagyunk, megfőtt a rizs, eltelt körülbelül 12-13 perc, lezártam a tűzhelyet alatta, nézzétek meg, gőzölődik, gyorsan vissza is teszem, ezt most kicsit odébb toljuk. Azt jelenti innentől számolva 10-15 perc, hagyjuk, még nem kell megkeverni, szépen be fog dagadni. Annyi a lényeg, hogy ez egy jázmír rizs, 0,8 literrel főztük a fél kilót, a többi rizsfajtánál, a hagyományosoknál, amit a közértekbe lehet kapni, és olcsó fajta rizs, a dupla mennyiségű vízzel öntsétek föl, tehát
mondjuk ha 1 kg rizst főztök, akkor 2 liter víz nyilvánvalóan, ennél meg a basmatinál kevesebb víz is elég, azonnal jövünk vissza, és kitálalok egy adagot, megmutatom milyen lett. Elkészültünk a rizssel, vártunk negyed órát, szépen bedagadt, én már egyszer rá is kevertem, nézzétek meg, hófehér, pörgős, nincs leragadva, nincs összetapadva, tehát amit elmondtam, és ahogy elmondtam, így ha elkészítitek a rizst, semmiféle gondotok soha többé nem lesz vele. Én már ki is tálaltam ide egy adagot, egy nagyon pici sáfrányos szeklicével megdíszítettem, ugye én nagyon-nagyon szeretem ezt a fűszert, hát próbáljátok ki, tényleg nem hiszem, hogy lenne valami gond is vele, ha így csináljátok, ahogy én mutattam. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, akinek tetszett és esetleg nincs feliratkozva, az iratkozzon föl, kapja az értesítést a friss videókról, és aki már föl van iratkozva, annak meg köszönöm szépen, hogy itt van velünk, sziasztok!